Az utolsó simításokat végzik a Szent Miklós Kápolna fali képein a szakemberek. Az 1300-as években épült templom első írásos említése 1443-ból származik. A temető kápolna valószínűleg az egykor Szent Miklós szegnek nevezett középkori városrész egykori kápolnájával azonos. Az épület a török korban összeomlott, 1713-ban építették újjá, majd 1775-ben és 1909-ben is átépítették. A szakembereknek így kifejezetten vastag vakulatréteget kellett lebontaniuk a feltáráshoz. A kápolna teljes belső tere ki volt festve, ennek egy részét tud tudjuk most majd megmutatni az utókornak, mert hiszen be volt omolva ez a kápolna, a török időkben teljesen rom volt, és hát a természet kezdte visszavenni, és a falfelületeket elkövesítette, úgyhogy ennek a tisztítása nagyon fáradtságos munka volt, és hát vastag vakolat alól bontottuk ki a, a gótikus falképeket. A kápolnát 2001-ben felújították, ekkor kerültek elő a külső falon látható freskók. Ezek alapján merült fel a szakemberekben, hogy a belső falakat is fel kellene tárni. Sokáig nem volt erre anyagi fedezet, ezért a munkát a Nemzeti Kulturális Alap és Keszthely önkormányzatának támogatásával az idén tudták elkezdeni. A helyreállítási folyamathoz több szakember is csatlakozott. Amennyire lehet bekapcsolódtunk a, a folyamatokba, a kulturális örökség napjait például így a, a restaurálás kapcsán fűztük föl a Szent Miklós Kápolnához vezető sétára. Itt az első nap lehetőség volt arra, hogy szakemberek vezetésével megismerkedhessenek a látogatók a belső felületeken előkerült falképekkel. A restaurátorok a héten befejezik a munkát. A feltárt freskókat konzerválják, hogy minél tovább megőrizhessék az utókornak. A kápolnában találtak egy ülőfülkét is. Ez alapján tervben van a jövőben az egykori középkori templom alapszintjének, valamint a nyugati fal freskóinak feltárása is.